Történelmi fejlődés időszakába lépett a Magyar Honvédség, mondta dr. Simicsko István honvédelmi miniszter március 23-án Székesfehérváron az új katonai buszok ünnepélyes átadásán. A miniszter a történelmi főtéren hangsúlyozta, a katonák akár az életük árán is garantálják Magyarország biztonságát. Helytállnak a déli határon és a missziókban, hogy a magyar emberek biztonságban élhessenek. A Magyar Honvédségtől, a magyar katonáktól biztonságot kapunk, és ezért is fontos, hogy kifejezzük tiszteletünket, megbecsülésünket a Magyar Honvédség állománya irányába, és igenis adnunk is kell nekik. Itt az ideje, hogy megérdemelten megszolgálva a hazát, fejlesszük a Magyar Honvédséget. A Currus ZRT és az Icarus járműtechnikai Kft. Kooperációjában a Magyar Honvédség számára készült Currus Aries Volvo típusú buszokból első ütemben 15 darabot adtak át. A miniszter szavai szerint a következő időszakban felgyorsul a fejlődés üteme, s új járműveket, eszközöket adnak át a katonáknak. Új és fontos fejlesztéseket fogunk bejelenteni, mert igenis a magyar katonákat fel kell vértezni minden képességgel, minden tudással, a legmodernebb eszközökkel is, mert sok-sok veszély leselkedik Európára, sok-sok veszély leselkedik Magyarországra is. Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes beszédében elmondta, nagy nap volt a mostani az Icarus gyár számára, hiszen 35-40 évvel ezelőtt az üzem a világ legnagyobbjai között egészen pontosan a negyedik helyen volt. Ekkor a gyárban készült a világ csuklós buszainak mintegy kétharmada. Székesfehérvár pedig a magyar gazdaság egyik motorja, a harmadik város a GDP-hez való hozzájárulás alapján. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere azt mondta, három nagy vállalat határozta meg a város gazdasági teljesítményét, a Videoton, az Icarus és a Köfém. Nem sok család lehet Székesfehérváron, amelynek ne lenne valamilyen köze az előbb említett cégekhez. A polgármester köszönetet mondott a kormánynak, amiért a haderőreform keretében segít megmenteni az Icarust. Széles Gábor, az Icarus járműtechnikai Kft. Vezetője korszakhatárnak nevezte a buszok elkészültét, s úgy látta, a gyár mostantól növekedési pályára áll. Hozzátette, nagy az érdeklődés az új buszok iránt, hiszen ilyen moduláris, többféle célra alkalmas járműveket nem gyártanak a NATO tagállamaiban. A személy és sebesült szállításra, illetve parancsnoki központként is használható buszok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amilyenek máshol nem léteznek. A Volvo alvázra szerelt új autóbuszokat Euro 6-os motorral szerelték, s akár 100 km per órával is haladhatnak az autópályán. A buszok 40 személy vagy 12 sebesült szállítására alkalmasak. A most átadott 15 járművet még idén további 40 követi, 2019-ben pedig már összesen 100 új busz áll majd a Magyar Honvédség rendelkezésére.